Január 21-én megrendezett képviselőtestületi ülésen többek között a költségvetési koncepcióról, a junior szerződés módosításáról, a közvilágítás karbantartására vonatkozó szerződésről, valamint a két csoportos bölcsöde projektmenedzsment feladatainak ellátásáról is határoztak. A részletekről a polgármesternél érdeklődtünk. Az ülői testületi ülés egy perces néma tiszteletadással kezdődött. A képviselők megemlékeztek a tragikus hirtelenséggel december végén elhunyt Kondás Imre egykori képviselőről, majd részvétüket is nyilvánították a családtagok számára. Az első napirendi téma a költségvetési koncepció megtárgyalása volt. Mit jelent ez pontosan, mit kell tudni róla? Mi évek óta egy koncepciót állítunk fel költségvetési rendelet elfogadása, megalkotása előtt. Ez ma már nem kötelező feladat, de én úgy gondolom, hogy egy jó sorvezető a képviselőtársaim és jó magam részére is, hiszen ilyenkor szoktunk álmodozni, körülbelül látjuk már a sarokszámokat. És ilyenkor mindenki mindent szeretne, de hát tudjuk jó, hogy azért egy sorrendet fel kell állítani, és azon belül a sorrendeken belül ugye hozzá majd összegeket is teremteni. Tehát most megalkottuk és sorba állítottuk azokat az elképzeléseket, amit szeretnénk esetleg megvalósítani. Tudni kell, hogy a kötelezettségvállalás nagy, jelen pillanatban, amit felvállalt a város, de természetesen emellett szeretnénk kisebb fejlesztéseket is megvalósítani, amit közvetlenül a lakosság is majd érez. Én úgy gondolom, hogy ezt most sikerült összerakni, és hát ennek szellemébe most kérjük be a árajánlatokat, és természetesen majd a februári költségvetési rendelet megalkotásakor már tudunk közvetlenül döntést hozni, hogy mi is fog beleférni ebbe a költségvetésbe. Ugyancsak téma volt a junior szerződés módosítás kezdeményezése. Miért volt erre szükség? Maga a szolgáltató jelezte felénk, illetve kérelemmel fordult felénk, hogy 10% áremelést szeretne kérni. Ez vitát is teremtett a képviselőtestületen belül, valahol érthető is, hiszen nem az első, amit megtett a közbeszerzés óta, de a KBT jelen pillanatban is lehetőséget biztosít arra, hogy előre nem látható események árán esetleg plusz százalékban árat emelhet. Hát ez nem érte el azt a maximumot, amit biztosít a KBT, ezért sokat gondolkodtunk. Ha nem fogadjuk el, akkor újabb közbeszerzési eljárást kell kiírni. Biztos vagyok benne, és képviselőtársaim is így érezték, hogy a következő közbeszerzés kiírásánál sokkal magasabb árakon fogunk tudni szolgáltatást biztosítani a lakosság, gyermekeink és az idősek részére. Ezért ugye, mint előre nem látható a nyersanyag emelkedés, a minimálbér emelkedésre való hivatkozással, ezt ők alátámasztották, így elfogadta a képviselőtestület a 10% áremelkedést, amit hangsúlyozni szeretném, hogy akiket érint és akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik, nem hárítjuk át, hanem a költségvetésbe betervezzük és az önkormányzat felvállalja. Még egy szerződés, ez pedig a közvilágítás karbantartására vonatkozó, ez szintén a testület elé került. Lejárt a egyéves szerződés, és hát jelen pillanatban nagyon fontos a város életében, hiszen több helyen, főleg az Ócsai út környékén sok probléma volt a közvilágításunkkal, és örülök neki, több árajánlatból a képviselőtestület az Euróvil Kft-t, ez egy gyömrői cég, választotta ki a közvilágítás karbantartására. Bízom abba, hogy itt vannak közel, és ez a szolgáltató azért nap mint nap itt jár a környezetünkbe, tehát rövidebb lesz majd a szolgáltatás biztosítása, és hát a Elmével is jó kapcsolatot ápolnak, és hát a legkedvezőbb árajánlatot ők adták, úgyhogy bízunk benne, hiszen van mit tennünk
a közvilágítás megfelelő fenntartása érdekében. És még egy fontos kérdés napirendre került, ez pedig a kétcsoportos bölcsőde projektmenedzsment feladatok ellátása. Ezzel kit bíztak meg? A bölcsőde közbeszerzési eljárását is ugye kiírtuk, és ennek a prorégió adta a legjobb árajánlatot, itt is szokás szerint több árajánlatkérés történik, és ez a cég biztosította a legkedvezőbbet. Együtt működtünk már más beruházásnál is, jó volt az együttműködés, és hát most ők kerültek sorra ismét, úgyhogy bízom benne, hogy amikor elindul a bölcsődének is a kivitelezése, akkor jó együttműködés lesz. A képviselő testület tagjai egyeztettek még az óvodák továbbképzési programjáról, az óvodai szociális segítő tevékenységre vonatkozó együttműködési megállapodásról, az országos fásítási programról, televíziós műsorszolgáltatásra érkezett ajánlatok elbírálásáról, az önkormányzat és a roma nemzetiségi önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról, valamint zárt ülésen az új bölcsőde kivitelezőjének kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról is.